Újra itt a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Tematikus adással készültünk mára. A közelmúlt egyik kiemelkedő eseményéről, a kutatók éjszakájáról jelentkezünk. Virtuális valóság és intelligens gyártósorok. Színes programok az MTA Sztakiban. Nem csak műszaki. Tudományterületek együttélése a Műegyetemen. Da Vinci. Robotsebészet az Óbudai Egyetemen. Csodák egy fedél alatt. Új helyen nyitotta meg kapuit a Csodák palotája. Mielőtt szemezgetnénk az idei kutatók éjszakája színes szagos programjaiból, ismerkedjünk meg a rendezvénysorozat történetével, általános célkitűzéseivel. A kutatók éjszakája az Európai Bizottság kezdeményezésére és támogatásával megrendezett ismeretterjesztő fesztivál. 2005 óta minden év szeptemberének utolsó péntekén rendezik meg, Európa szerte, így hazánkban is. A kora délutántól késő éjszakáig tartó ingyenesen látogatható programokon belekóstolhatunk a tudományos élet titokzatos világába, bepillanthatunk különleges, máskor nem látogatható helyszínekre, és testközelből megismerhetjük azokat, akik a tudománynak szentelték az életüket. A kutatók éjszakájának az volt a célja, hogy az emberekhez ezt a kicsit ilyen távolinak tűnő kutatási tevékenységet közelebb hozza, és meg tudja mutatni azt, hogy tulajdonképpen ez nem egy nagyon-nagyon a valóságtól elszakadt dolog, hanem tulajdonképpen egy roppant érdekes tevékenység, aminek aztán utána a mindennapokban lesznek megoldásai, amit majd valaki kifejleszt. Én azt gondolom, hogy mindenki számára fontos az, hogy a tudomány és az innovációs tevékenység milyen eredményeket hozott létre, hiszen akár ha egy telefonra gondolunk, vagy egy bármilyen műszaki eszközre, akkor az a mindennapi életünkre már most is hatással van. És hát jó tudni, hogy ezeket hogy lehet használni, illetve mire lehet még majd a jövőben használni őket. A rendezvény nem titkolt célja, hogy kedvet csináljon a fiataloknak a tudományos életpályához. Világtendencia az, hogy az ifjúságnak az érdeklődése csökken a műszaki és a természettudományok iránt, és hát ezért kell valamit tenni. A gyerekeknek az érdeklődését föl kell kelteni, meg kell mutatni, hogy a kutatói életpálya és a mérnöki életpálya ez egy nagyon izgalmas, kihívásokkal teli és nagyon fontos. Idén több mint 30 városban közel 2000 programot szerveztek a kutatók éjszakájához kapcsolódó oktatási intézmények, kutatóintézetek és innovációra nyitott vállalatok. Mi pedig igyekeztünk a lehető legtöbb mindent megörökíteni azoknak, akik nem tudtak részt venni a programokon, vagy szívesen újraélnék az élményt. Szeptember utolsó péntek éjszakáján kinyíltak a kutatóhelyek kapui, és az érdeklődők bepillanthattak az ott folyó tudományos munkába. Az MTA Sztaki, hosszú nevén a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete szintén csatlakozott a rendezvényhez. Így az ott dolgozó informatikusok előbújtak a számítógépeik mögül, és hétköznapi nyelven mutatták be a 21. század IT vívmányait. A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, vagyis a Sztaki, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóbázisa. Elsősorban a Sztaki szótárról és a kopi plágium keresőről szoktak beazonosítani minket, de ez valójában téves, mert ezek társadalmi szolgáltatások, és a társadalmi szolgáltatások mellett nekünk számos ipari fejlesztésünk, illetve alkalmazott kutatásunk van. Az informatika, a rendszerfejlesztés, az automatizálás a járműipar területén. Az intézet rengeteg egyetemistának, PhD hallgatónak biztosít fejlődési lehetőséget. Az egyetemekhez képest mindenképpen plusz az intézetben az, hogy gyakorlati projektekbe von be, ipari, Európai Unió által finanszírozott projektekbe von be fiatalokat, és emellett személyre szabott témavezetést nyújt, a saját területekön való kutatási elmélyedést, a saját területen való teoretikus fejlődési lehetőséget. Így a fiatalok egyszerre építik az egyéni kutatói pályájukat, és csatlakoznak be nemzetközi szintű gyakorlati projektekbe. Azért pedig, hogy megmutassák, miért is érdemes az informatikai kutatások világában elmélyedni, szeptember utolsó péntekén az intézet munkatársai tágra nyitották a kapukat.
Idén az ötödik alkalommal veszünk részt a Kutatók Éjszakáján, 9 programmal készültünk, évről évre próbáljuk megújítani a programkínálatunkat. Most a 9 programon belül intelligens gyártósorok, kollektív virtuális valóság, építészet és virtuális valóság gömbpanoráma kapcsolata mellett informatikai kiállítással és drónok fejlesztésével készültünk. A program pedig tényleg változatos volt. Az informatikai kiállításon például régi számítástechnikai eszközök digitális műszerek bemutatójára került sor. A sok esetben csak itt fellelhető relikviák külön érdekessége, hogy még mindig működőképesek, használhatóak, pedig már régen nem mai darabok. Nem úgy, mint az abszolút modern virtuális szemüveg, amit többek között építészeti projektekben is lehet alkalmazni, vagy az egészen különleges élményt nyújtó virtuális valóságlabor. Itt hardware eszközöket lehet kipróbálni, hogy azoknak mik a lehetőségei. Egyébként szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, egy nyílt forráskódú ingyenes virtuális valóságú szoftver rendszert készítünk programozók számára. Ebben a pillanatban egy ipari példa programot láthatunk, amiben különböző virtuális valóság megjelenítő eszközökről földrajzi távolságtól függetlenül képesen vagyunk belépni egy távoli gyárba és azt megfigyelni. Tehát a szemüveget felvéve és a laborba lépve ténylegesen úgy érezhettük, mintha a gyárban lennénk. Például a fejünk és a kezünk mozgatásával mögé tudtunk nézni a gyártósornak. Egyébként egy emelettel arrébb ezt a valóságban is megtehettük. Ugyanaz a gyártósor került bemutatásra fizikai valójában, amit a virtuális világban leképeztek. Ráadásul szuperügyes, emberrel együttműködő robotokkal. Ezt hogyan tudod irányítani ezt a robotot? Hogy működik? Ott található egy kamera, ami érzékeli a testemet és megmondja, hogy a térben hol vagyok, és ezt áttransformáljuk úgy, hogy a robot megértse ezeket a pozíciókat, és ezekre a pozíciókra vezéreljük. Hol lehet használni ezeket a robot-ember kollaborációs megoldásokat? Olyan helyeken, ahova ember nem mehet be, és ezért szükséges az, hogy a robot lekövesse a mozgását, például valamilyen elzárt területen, ahol veszélyes gáz van, vagy vegyipari műveletek során. Sőt, akár a saját üzemünket is berendezhettük. Akkor a mi előadásunkon egy kis gyártásszimulációs feladatot fognak a látogatók megoldani. Ezt a hétköznapokban is minden egyes gyárban használják, hiszen ott is, amikor különböző elrendezéseket kell megvalósítaniuk, a mai bevett gyakorlat már az, hogy a szimulációval oldják meg, és az ide érkező látogatóknak is pont ez lesz a feladata. Ezekkel a kis nézetekkel megcsinálhatják a saját elrendezésüket, amit egy kamera segítségével mi beolvastatunk a szimulációs rendszerünkbe, és ezt követően egy 8 órás intervallumot le is játszunk nekik, és az lesz a nyertes látogatók közül, aki ez idő alatt a legjobb kihozatal tudja megvalósítani. A csillogó szempárokból és a leesett állagból következtetve kijelenthetjük, az informatikai kutatások bizony egyáltalán nem unalmasak. Az eddigi tapasztalatok alapján idén a Kutatók Éjszakáján 9-től 75 éves korig vannak látogatóink, összesen 450 embert várunk, és tulajdonképpen mindezzel szeretnénk lehetővé tenni azt, hogy aki esetleg errefelé sétál, aki esetleg gondolkozik a kutatói életpályában, az végigböngésze a karriercenterünket, megnézze azt, hogy milyen lehetőségeket kínálunk a diákok számára a senior fejlesztő pozíciók mellett, és adott esetben természetesen szeretettel látjuk a hölgyeket, mert az IT területen dolgozó kutatóhölgyek számára jelenleg az intézetünkben, bár sokkal jobb, mint más kutatóintézetekben, de még mindig alacsony. Szóval hajrá fiúk, és még inkább hajrá lányok, a Stakiban mindig van feladat az ifjú tehetségeknek. A műegyetemről mindenki a mérnök képzésre asszociál, pedig igen sok más tudományterületen is magas szintű kutató és oktató munka folyik a kampuszon. Így annak, aki a BME-re látogatott a Kutatók Éjszakáján, igazán multidisciplináris élményben lehetett része. Mert így az egyetemen szeretnénk szétnézni, meg mert a Kutatók Éjszakája egy jó dolog alapvetően. Very good
Nagyon izgalmas élmény mindenkinek. Jó megismerni, milyen technológia vesz körül bennünket. Hát hallottam, hogy nagyon jó kísérletek vannak itt, és nagyon megtetszettek, és hallottam, hogy menjünk megízni majd 10 óra után. Láttunk ilyen robbantást is. Attól eléggé megijedtem. Állítólag úgy lesz, hogy lesz ötösünk, de nem lesz. Hogyha kutatásokkal nem is, de természettudományokkal mindenképpen foglalkozni, például tanárként. Sokféle érdeklődő, sokféle motivációval megfordult idén a Műegyetem Kutatók Éjszakája programjain. Nem csak érdekes előadásokkal és szabadon látogatható laborokkal, de látványos kísérletekkel is készültek az intézmény oktatói, hallgatói. A lángorgona, a palackrobbantás, a vízrakéta bemutató, vagy a különböző áramlás megjelenítések mind-mind lenyűgözték a résztvevőket. Ez a gép hanghullámokat gerjeszt ebben a hosszú csőben, és ezeket meg tudjuk jelenteni, ezeket a hanghullámokat pici hungrócelgolyókkal. És akkor itt lehet látni, hogy így végigterjed benne. És tudjuk a frekvenciát állítani, meg a hanghullámok képét. Az egyik legnagyobb attrakció az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a szélcsatorna volt. Az ugás pedig nem a mikrofonunk hibája, igen erős szél fújt a háttérben. Ez a szélcsatorna Pécstől keletre, Moszkvától nyugatra legnagyobb szélcsatorna, egy vízszintes áramú 2,6 méter átmérő levegősugarat előállító szélcsatorna, maximum 200-210 km/h szeret tudunk létrehozni. Ezt pedig a látogatók is kipróbálhatták egy-egy fotó erejéig. Sőt, egy aerodinamikailag jól kifejlesztett versenykerékpára és biciklistájára ható szélerőt, légellenállást is tesztelték a nagy közönség előtt. Valamiért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a tudomány egyrészt reálbeállítottságot, másrészt jövőre fókuszálást jelent. Pedig ez nem igaz. A tudomány történetének, filozófiájának ismerete nélkül sokkal kevesebbet értünk meg a mai technológia uralta világból. Erre hívta fel a figyelmet a BME Filozófia és Tudománytörténet tanszéke a kutatók éjszakáján. Rengeteg olyan része van a tudománytörténetnek, ami az oktatásban is jól hasznosítható, mert könnyű eszközökkel látványos jelenségeket tudunk előidézni, ilyen például az elektromosságtan, és nagyon izgalmas megmutatni azt a főként mondjuk 17-től 19. századi kultúrát, amíg még nem volt nagyon különbség a humáni és a reál területek közt, és ennek a komplex kulturális ilyen jelenség együttesnek az egyik legjobb példája, hogyha az ember egy kis tudománytanítása közben egy pici tudománytörténetet is belerak. Mindezt pedig izgalmas előadásokkal, játékos kirakóval, fejtörő totóval és könyvrelikviák kiállításával is bizonyították. Miket láthatunk ebben a vitrínben? Hát itt főleg 18-20. Század elejé könyvek vannak. Talán az első legnagyobb képpel érdemes kezdeni. Itt egy vár tájolását kérdeztük meg a részvevőktől, hiszen nincsenek az égtájak föltüntetve, hanem csak a napszakok, de vannak itt 19. századi iskolai atlaszok, 18. századi fizikakönyv, illetve a 20. század elején egy műegyetemi professzor kézzel írt doktori munkája. Ráadásul az éppen nyilatkozó Zemplén Gábor díd nagyapjáé. A műegyetemi kutatók éjszakáján tehát jól megfértek egymás mellett a reál és a humán tudományok, így mindenki megtalálhatta a neki tetsző programokat, mert hiszen a tudomány szórakoztató. Cseppet sem meglepő, hogy a kutatók éjszakáján robotokba botlik a látogató. Ezen a számunkra igazán különleges estén az Óbudai Egyetemre is ellátogattunk, ahol megismertünk pókformájú és emberszabású robotokat, sőt, beleláthattunk a sebészi robotika tudományába is. Az Óbudai Egyetem 6 helyszínen megannyi interaktív programmal és tudományos előadásokkal várta az érdeklődőket a kutatók éjszakáján. A gyakorlatorientált intézmény egyik fő célja az volt a rendezvényel, hogy minél szélesebb körben bemutassa a természettudományos és műszaki ismeretek szórakoztató oldalát. Az Óbudai Egyetemen ezen a mai napon 170 program kerül bemutatásra. A
különböző karaim telephelyein. Ezek között nagyon sok olyan van, amely a jövő iparának alapjait teremti meg, a robotikától kezdve a repülőgépes technológiákon, sebészeti robotok és alkalmazásán, vagy éppenséggel olyan érdeklődésre számot tartom, mint például a tésztahídépítés, amelyben világversenyeket rendezünk, de itt a virtuális technológiák és azok alkalmazásai egyaránt jelen vannak, vagy mint ahogy itt az aulában is látható, az elektromos autó, az ahhoz kötődő hallgatói kutatások, illetve gyakorlati feladatoknak a megoldása. Ellátogattunk az Óbudai Egyetem egyik kutatási részlegébe, a Bejci Antal iRobot Technikai Központba. Találkozhattunk egy 60 cm magas, emberszabású, úgynevezett humanoid naorobottal is, aki Michael Jackson híres számára táncolt nekünk. Betekinthettünk a sebészrobotika tudományába is. A Da Vinci sebészrobot operációs alapműveletek, illetve hasüregi, nőgyógyászati, száj- és torokműtétek végrehajtására képes. Itt állunk egy Da Vinci sebészeti robot mellett. Ez önmagában nem lenne egyedülálló, hiszen több mint 3000 példány operál benne a világ különböző klinikáin. Viszont ez a példány, ez az úgynevezett Da Vinci Research Kit csomag, amiből mindösszesen 25 egyetemen találhatók példányok világszerte. Az Intuitive Surgical az a vállalat, amelyik gyártja ezt a robotrendszert, ez biztosítja számunkra a lehetőséget, hogy részt vegyünk ebben a kutatási programban, ami Magyarországon, itt a térségben is egyedülálló dolog, tehát ettől ilyen egyedi ez a robot. Egy speciális számítógépes program segítségével az orvos irányítja a robot minden mozdulatát. Így a karok tulajdonképpen a sebész meghosszabbított kezei. A látást pedig egy úgynevezett sztereokópos dupla optikás kamera segíti, amely pontos látást biztosít a sebésznek. Ez a robot ez kb. 20 éves, már a negyedik generációt is meghaladták a változatok, viszont itt a laboratóriumban mi azzal foglalkozunk, hogy autonóm sebészeti műveleteket valósítsunk meg. Azt tudni kell, hogy ezeket a robotokat nagyon precízen távirányítja az orvos. Tehát csak olyan dolog történik a sebészeti eszközökön keresztül a beteg testében, amit az orvos a kezével utasít. A diákok is kipróbálhatták, hogyan működik a Da Vinci sebészrobot. Nézd bele a kijelzőbe, és most csipensd össze mind a két eszközt. Akkor olyan, mint hogyha a kezednek a meghosszabbítása lenne, ott csak több piciben mozog. A Kandó Kálmán villamosmérnöki karra is ellátogattunk, ahol Kovács Dániel és Kormos Tamás saját fejlesztésű és programozású robotokat épít. Ez mind saját készítésű robot, amit itt a hátam mögött láttok, ezek 6 darab robot összességében. Mindet mi készítettük, mi terveztük, mi programoztuk. Ezek közül, ami nekem például személyes kedvencem, itt az asztalon is látható Pók robot, neki az volt a lényege, hogy egy versenyen szerepeljünk vele lehető legjobban. A versenynek a fő célja az volt, hogy mindent mi magunk készítsünk el. Ezzel egyrésztről nem bolti alkatrészeket a boltban már valaki által kitalált dolgokat használtuk fel, hanem ugye a kreativitásunkat, fantáziánkat és ugye ennek a szüleményét. A verseny célja, hogy lépcsőzetes piramisokra próbáljunk meg fölmenni a robot segítségével, és ott pingponglabdákat elhelyezni. Készítettek már olyan autót is, ami önállóan képes közlekedni és kikerülni az előtte lévő akadályokat. Vagy olyan robotot, ami két keréken közlekedik bármilyen elektronikus stabilizátor segítsége nélkül. Természetesen mindig fejlesztjük a már meglévő robotjainkat, hogy akkor ezzel is meg tudjuk azt mutatni, hogy ez nem egy befejezett projekt, csak egy félretett projekt, és így folyamatosan tudunk mi is fejlődni a robotok is, és meg tudjuk mutatni, hogy ez gyakorlatilag mindig egy olyan tudományág, amivel folyamatosan lehet fejleszteni mind magunkat, mind az eszközöket. Az ABB egyik ipari robotját is megismerhettük, ami most nem a futószalag mellett dolgozott, hanem italt kínált a látogatóknak. Nekünk csak az volt a dolgunk, hogy kiválasszuk, mit innánk, a robot pedig már töltötte is. Ez a robot az ABB robotika legkisebb ipari robotja, amit most erre az alkalomra, a kutatók éjszakájára egy italkínáló automatával alakítottunk át. Nagyon örülünk, hogy ezzel népszerűsíthetjük a műszaki felsőoktatás iránt érdeklődő ifjabbakat és idősebbeket. Különböző üdítőket lehet itt most megkóstolni, amiket a robot kínál, emellett a nagyobb korosztály számára van még akár sör is. Így hát a robotika világától felvillanyozva egy üdítővel a kezünkben zártuk a napot az Óbudai Egyetemen, a kutatók éjszakáján.
Az biztos, hogy következő év szeptemberében ismét ellátogatok a rendezvényre. Kíváncsian várom, hogy milyen tudományos újdonságokat, innovációkat hoz a jövő. A kutatók éjszakáján nem csak egyetemek és kutatóhelyek tárták szélesre a kapuikat. A megújult Csodák palotája is ezen a napon tartotta az ünnepi megnyitóját Óbudán. Az eddigi két helyszín összeköltözésével így már mintegy 5000 négyzetméteren több száz játékkal és meg annyi kiállítással találkozhatnak az érdeklődők. Szórakozva felfedezni, kreatívan megismerni, beszélgetve koktélozni. A Csodák palotája és a Playbar összeköltözésével minden korosztálynak szóló élménykomplexum nyitotta meg a kapuit. Beléphetünk az illúziók világába, megtapasztalhatjuk a 9D élményét, feltalálók, tudósok életébe pillanthatunk, és a végén megpihenve kocinthatunk barátainkkal egy lombik pohárral. Elég sok oka van annak, hogy miért költözünk össze, de azért nagyon szerencsés, mert így egy helyszínen egy igazi különlegességet, egy tudományos szórakoztató központot tudunk létrehozni. 5000 négyzetméteren, két szinten, ami egy kuriózum, nem csak Budapesten, hanem egész Európában. A miért korszakot szeretnénk életben tartani, a tudásvágyat az emberekben, de mindez szórakoztató módon, észrevétlenül. Miért jut eszünkbe egy illatról egy emlék? Miért látunk a sötétben és hogyan érezzük az ízeket? A kiállítást tematikus zónákra osztották. Az első állomáson az érzékelési a főszerep. Nos, itt a természet műhelyébe belépve ez az első tematikus zóna, honnan elindul a látogató. Ez a természet műhelye az alapozásról szól, arról, hogy a gyerekek hogyan tapasztalnak, illetve mik az alapvető érzékszervek, és meg is érkeztünk ehhez az érzőlény pulthoz. Ő egy egészen új téma, itt a Csodák palotáján belül. Az érzőlény maga a szobor ül középen, egy elnagyított figurát látunk, mert tulajdonképpen az idegvégződések számának megfelelően vannak felnagyítva az érzékszervei, úgy a keze, a szája, a talpa, a tenyere, és tulajdonképpen az érzékszervek veszik körül magát az érzőlényt. Az interaktív játékok segítségével megismerhetjük szemünk felépítését, pupillánk működését, vagy tesztelhetjük szaglásunkat. A szaglás az egy nagyon érdekes dolog, az ember orra 10000 illatot, szagot tud megkülönböztetni, és ez nagyon csekély az állatvilághoz képest, például egy kutya sokkal-sokkal többet meg tud különböztetni, de jó hír, hogy egyébként trenírozhatjuk az orrunkat, úgyhogy képesek lehetünk az általunk ismert szagokhoz képest minél többet memorizálni, és ugye az is egy érdekes dolog, hogy az orr az nagyon erősen kötődik a memóriához, hogy bizonyos illatokkal fel lehet idézni különböző emlékeket. A teramin hangszerrel a halláspultnál találkozhatunk. Ez egy olyan eszköz, amit kezünk mozgatásával lehet megszólaltatni, anélkül, hogy hozzáérnénk. Tulajdonképpen ez egy rádió hullámok által vezérelt analóg szintetizátor. De azt is megtudhatjuk, milyen receptorok vannak a szánkban, és hogy miért a bőrünk a legnagyobb érzékszervünk. Azt tanulhatjuk meg egyrészt, hogy a tapintás az egy nagyon bonyolult és összetett folyamat. Ugye tapasztalunk valamit, amit aztán az agyunk feldolgoz, és vissza is kell juttatni. De az egész bőrünkről van szó, tehát ugye ez a legnagyobb érzékszervünk, a legnagyobb kiterjedésű, és ugye a bőrünkön keresztül nyomást, hideget, melegetet, hőérzetet is, szúró hatásokat is érzékelhetünk, és itt ezen a pulton egy párat ki is tudunk próbálni. Itt egy tapintó felületet láthatunk, ahol különböző textúrákat lehet végig tapogatni, a bátrabbak egyből vakon próbálhatják. Tovább haladva a kiállításon, beléphetünk a tudósok csarnokába, ahol rengeteg feltalálóval és találmánnyal találkozhatunk. Sőt, még róluk szóló szóbeszédeket is olvashatunk a pletykasarokban. Csuganai Vilma azért is különösen jelentős, mert hogy ő maga nagyon sokat tett azért, hogy a nőket is elismerjék tudományos területeken, hiszen ő volt az első magyar orvosnő, mert hogy Zürichben tanult, ott szerezte meg a diplomáját, és csak sokkal később sikerült itthon Magyarországon elfogadtatnia a diplomáját, és lehetett orvosnő.
A születés kiállításon megismerhetjük a terhesség szépségeit, nehézségeit, és olyan élményben lehet részünk, mint magzatkorunkban. De Newton legendás almáskertjében is észrevétlenül szerezhetünk új ismereteket, a Playbarban pedig egy kémcsőben felszolgált italt fogyaszthatunk. Szóval Óbudán, a Csodák palotájában a tudomány igazán különleges koktélját kínálják a látogatóknak. Remélem élvezték a Kutatók éjszakája külön kiadásunkat. Jövő héten a megszokott módon ismét többféle tudományterületről szemezgetünk majd. Tartsanak velünk akkor is. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclip.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Lájkolják a Facebook oldalunkat is, ha szívesen olvasnának hétközben is a műsorunkról. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.